Szép jó napot kívánok, drága kedves vendégeink, kedves magyar testvéreink! Ismét eltelt egy év, szinte elcsuklik a hangom, annyira örülünk, hogy újra itt vagytok köztünk. Remélem, olyan szeretettel jöttetek, amilyen nagy szeretettel fogadott benneteket a falunk, öt falunk apraja nagyja. Legyetek üdvözölve itt Nevetlen faluban, és engedjétek meg, hogy mielőtt bármit is mondanék, átadnám a szót Oroszi József polgármester úrunknak. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves Kárpátai Express utasai! Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit az öt községünk nevében, itt Kárpátalján, itt a Kárpátok lábán, ahogy láthatjuk is a hátunk mögött, Ukrajnában. Eddig mindig az a megtiszteltetés ért minket, hogy búcsúztattuk a Kárpátai Express utasait. Most, hála Istennek, első évben mi fogadjuk, és nekünk jutott az a megtiszteltetés, hogy először köszönhetjük itt Kárpátalján önöket. Nagyon kitűnő volt az az ötlet, amit a szervezők kiötlöttek valamikor néhány évvel ezelőtt, hogy ilyen vonat érkezzen a Partiumon keresztül Kárpátaljára, majd itt hagyja el Kárpátaljáról áttérve a Bodrog közbe, tovább folytassa az útját. Azt hiszem, ennek a lényege az, hogy megérezzük az egyjövő tartozás örömét és élményét, hogy mi magyarok egyek vagyunk és együtt vagyunk. Ez a három nap, amit most eltöltenek, különböző rendezvényeken fognak meglátogatni, konzulátusunk szervezésében rendezzük meg a Feltisza napokat, tehát a Felső Tiszavidéki Magyarság fesztiválját, ez most Viszken lesz, legutóbb Rahón volt, úgyhogy kívánok önöknek jó szórakozást, jó ittlétet, közös együttlétet. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, reméljünk így is lesz. Most pedig el kell, hogy mondjam, kedves vendégeink, hogy ha annak idén Molnár Béla agyából úgymond nem pattant ki ez a gyönyörű és ötletes ötlet, hogy vonat jöjjön Kárpátaljára, lehet, hogy nem is értük volna, nem éltük volna meg ezt a gyönyörű élményt. Ezért neki külön köszönet jár érte, és engedjék meg, hogy most ő mondjon nekünk pár szót. Molnár Bélát kérem. Kedves kárpátaljai testvéreink, kedves nevetlenfalui testvéreink, kedves utastársaim, hadd mutassak valamit. Ez Kárpátalja, ez nevetlen falu, ahol nem fogy a magyar, hanem sokasodik. Két éve jöttünk először, ámulva és bámulva, hogy micsoda életerővel van itt magyar közösség. Tavaly ugyanezt éltük meg, és idén ismét. Meg kell köszönnünk, hogy ide jöhetünk. Nekünk nagy élmény, hogy láthatjuk ezt a sok magyart, akik mind bizakodva, egyre gyarapodva élnek ezen a földön, ahol őseik földje is fekszik. Barátságban, Halmival, Aklifaluval, és tök mindegy, hol van a határ, ezek a magyarok összetartanak, élnek, egyre szebbek és jobbak lesznek. És hadd mutassak meg egy nem nevetlen falui gyereket. Két évvel ezelőtt ez a kisfiú bátyúnál az apjával és az öccsével állt és nézte a vonatot. Az első Kárpátalja Expresst, mert akkor volt a születésnapja. És azt kapta ajándékba, hogy megnézhetett egy igazi magyar vonatot. Így volt? Igen. A kisfiú papája egyébként bátyú református lelkésze. Tessék megtapsolni őt is. És amikor vonaton Szendrei Bandi barátunk azt mondta, hogy itt a világ közepe, akkor én a szívemben úgy érzem, valóban itt van. Mert itt a legélénkebb, legvirulóbb a magyarság az egész Kárpát-medencében. És elzarándokultunk most már harmadszor, hogy megnézzük, megcsodáljuk, és megköszönjük nekik azt,
hogy így élnek. Engedjék meg, hogy a vonat nevében ajándékot adjak a polgármester úrnak, jelképesen az egész falunak, biztatva őket, hogy folytassák ugyanígy életüket, a magyarok sokasítását, kultúrájuk megőrzését. De ahhoz, hogy ezt meg lehessen tenni, kell a magyar állam, az anyaország is. És én azt látom, hogy a magyar főkonzulok régen, most, és remélem holnap is, mindent megtesznek, hogy segítsék az ilyen magyar közösségeket, és nekünk, akik anyaországból jöttünk, ez bizony meg kell köszönnünk Tóth István főkonzul úrnak is. Szívünk legbelsejében van Kárpátalja, ezért heraldikus barátunk, Pécsi L. Dániel hozott egy ajándékot, egy gyönyörű Kárpátalja címert, nevetlen falunak, megkérem, hogy adja át a polgármester úrnak. Kedves zarándoktársaim és kedves kárpátaljai honfitársaim, engedjék meg, hogy egy személyes élményt meséljek el nagyon röviden. Én 1989-ben egy kerékpártúra csapattal 33 lelkes ifjú magyarra jártam először Kárpátalján, Csaptól Aknasz Latináig. Ezeken a településeken jártunk végig, aztán az élet úgy hozta, hogy 36 kárpátaljai közösségnek tervezhettem meg a jelképét, címerét, és most pedig az egész kárpátaljai magyar közösségnek. Én is nagyon meg vagyok hatódva. Két gyereket már fölkaptam, megmutattam. A harmadiknak, a polgármester úrnak kellene megköszönnöm ezt a fogadtatást, őt, ha megengedik, nem kapom föl. Egyszerű készfogással köszönöm meg neki. Önöknek pedig, hogy meghallgattak, köszönöm. Mi itt Kárpátalján magyar ésszel gondolkozunk, magyarul főzünk, magyarul beszélgetünk, és természetesen magyarul is táncolunk, vagyis magyar táncot is táncolunk. Engedjék meg, kedves vendégeink, hogy Hunyadi László című operájából egy palotás táncot adjanak elő a nevetlen falu iskola növendékei. Fogadják őket nagy szeretettel!
Ahogy az elején elmondottam, kedves vendégeink, Ötfalunk apraja nagyon nagy szeretettel várt önöket. Ezért engedjék meg most a Nevetlen Falu Művészeti Iskola tanári kollektíváját ajánljon figyelmükbe. Nagyon sokan gondolom ismerik Schubertnek a Pisztráng dalát. Hát Franz Schögl zeneszerző biztos jó vicces kedvében volt, mert gondolt egyet, hogy hogy hangzan ez a Pisztráng, hogyha más zeneszerző írta volna. Amit most előadunk, a variációk Pisztrángra. A csermely halka zúgott, hol útja bőre nyílt, hüsmélyén Pisztrángó szokt, hogy surrant, mint a nyíl. Oly tiszta szépen látszott, tincsenben ültem ott, a vízben vígan játszott, és messze csillogott. A vízben vígan játszott, és messze csillogott. Mozart kis éjjű Pisztráng. A csermely halka zúgott, hol útja bőre nyílt. Hüsmélyén Pisztráng úszott, úgy surran, mint a nyíl. Oly tisztán, oly szépen látszott, így csendben ültem, ott én ültem, ott én ültem, ott én ültem, ott én ültem, vízben vígan játszott, és messze csillogott, láttam. Vízben vígan játszott, és messze csillogott, 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 láttam. Beethoven óda a Pisztrángnak. A csermely halka zúgott, hol útja bőre nyílt. Hüsmélyén Pisztráng úszott, úgy surrant, mint a nyíl. Oly tiszta szépen látszott, oly tiszta szépen látszott, én ültem ott, én ültem ott, csendben. A vízben semmi baj, így meg nem fogja vélve, hisz látja, látja, mint a hal.
Kedves drága vendégeink, nagyon szépen köszönjük ezt a tapsot. Nagyon igyekeztünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Legközelebb még jobban fogjuk csinálni. Most pedig engedjék meg, hogy tényleg apraja nagyja, a batári, icipici óvodások cigánytáncot adjanak önöknek elő. Kérem szépen, őket is fogadják nagyon nagy szeretettel. A Neretlen Falu Művészeti Iskola kis csoportja, kórusa következik. Fogadják őket nagy szeretettel! Olasz filmzenét szeretnék a kedves figyelmükbe ajánlani, Csepneki Ferenc előadásában, szaxofonon. Köszönjük szépen Csepneki Ferkónak és önöknek is, kedves vendégeink. Ismét el kell, hogy mondjam, hogy nyugodtan menjenek, fogyasszanak, de nem bánnám, ha vissza is jönnének, mert annyira kitűnő közönség, hogy tiszta szívvel, lélekkel érdemes önöknek zenélnünk. Most pedig, ha Európában vagyunk, akkor szóljon már egy kicsit arról is, a Vén Európáról, a dal. Előadja önöknek Stojka Vanessa. Kék szemében ott a szenvedély. Foltor sok fény ruhája, oly sokszor elszakadt. Álma adja az álmokat. Három ifjú művész szeretnék a figyelmükbe ajánlani, mégpedig név szerint Varga Miki Márkot, Csepneki Ferencet és Antal Alexet. Fogadják őket nagy szeretettel, mert a maguk szórakoztatásáért jöttek ide. Kedves vendégeink, amint a műsor folyamán látták és hallották, volt már óvodás csoportunk, zeneiskolás tanárok, és most pedig egy újonnan született Aranya Alkony című nyugdíjas csoport következik. Nagy szeretettel készültek önöknek, úgyhogy fogadják őket nagy szeretettel. Köszönjük szépen! Csillagok, csillagok, szépen ragyogjak. Yeah.
én hozzám nem járnak, nincs is nekem este. Csillagos a nagy ég, kék színre van festve. Istenem, Istenem, vajon mi lett velem? Három röffant lika nem ér körül engem. Máskor egyet vettem, katúcsra köthettem. Most meg hármat vettem, az göbre se köthettem. Máskor egyet vettem, katúcsra köthettem. Most meg hármat vettem, göbre se köthettem. Réten, réten, sej a nevetlen réten. Elvesztettem a zsebkendőmet éten, zsebkendőm után a karika nyűrűmet. Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet. Zsebkendőm után a karika nyűrűmet. Azt sajnálom, nem a régi szeretőmet. Este, este, sej, este akar lenni. Ez a kislány haza akar menni. Haza menne, de nincs kísérője. Más faluban lakik a szeretője. Haza menne, de nincs kísérője. Más faluban lakik a szeretője. Estét harangoznak a toronyba, gyere rózsám, ülj a ladikomba. A víz mentén ketten csónakázunk, összebújunk szorosan, hogy meg ne fázzunk. A víz mentén ketten csónakázunk, összebújunk szorosan, hogy meg ne fázzunk. Ring a csónak a lambocsám, ne félj benne. Jól vigyázok én az evezőre, dobogását hallom a szívednek. Leteszem az evezőt és megölellek. Dobogását hallom a szívednek, leteszem az evezőt és megölellek. Kis madárka száldogál a parti fákon, a szerelem suttog minden ágon. Dobogását hallom a szívednek, leteszem az evezőt és megölellek. Dobogását hallom a szívednek, leteszem az evezőt és megölellek. Este, ha kigyul a lámpa, nagy a szerelem a lányba, de még nagyobb a regénybe. Csókról vágyik a sötétbe, de még nagyobb a legénybe, csókról vágyik a sötétbe. Házasodj meg, ha meg akarsz, védj el engem, ha el akarsz, de ha engem elszalajtasz, ilyen szeretőtre nem kapsz. De ha engem elszalajtasz, ilyen szeretőtre nem kapsz. Erdőbe terem a sóska, verjen anya vaja jóska, akárhogy ver anya vaja, párod úgyse leszek soha. Akárhogy ver anya vaja, párod úgyse leszek soha. Én úgy gondolom, és gondolom, hogy egyetértenek velem, hogy az ifjú társadalmat csak a neve Arany Alkony, de a pályafutásuk szerintem még csak ezután fog célbe érni. Köszönjük szépen nekik, és további sok sikereket! Most pedig folytatván műsorunkat, köszönöm szépen a tapsot, az Arany Kalász népi együttest ajánlanám a figyelmükbe. Fogadják őket nagy szeretettel!
Kedves vendégeink, lassan-lassan műsorunk végéhez értünk. Remélem, nem érzik úgy, hogy hiába való volt az ideutazásuk. Nagyon igyekeztünk, mindent beleadtunk, anyait, apait, amit csak lehetett. Mindenből ízelítettünk, táncból, énekből, modern zenéből, de mielőtt elmennek, kell még egy szó. Engedjék meg, hogy Sztojka Vanessa búcsúztassa önöket, aztán pedig további jó szórakozást kívánok mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak. Erőt, egészséget, békességet, Isten áldását önökre, és jövőre új szint várjuk önöket. Kell még egy szó, mielőtt mennék. Kell még egy ölelés, ami végig elkísér. Az úton majd néha gondolj rám, ez a rám és lásd, csillagokra lépsz, nézd rám, tova tűnt a régi szenvedés. Köszönjük szépen Vanessának! Tisztelt vendégeink, mondanák egy kis ismertetőt önöknek. Balra van a finom kis itóka, kis kóstoló, aztán ott lent van egy kis parasztudvar, ahol lehet vásárolni termékeket. Önöknek jobbra található fafaragó, kéziszőttesek és egy kis bár, ahol lehet kis finom italakat és ételeket enni. És azt hiszem, hogy méltóképpen befejeztük ezt a mai napot itt Nevetlen faluban, de mi még fogunk találkozni Nagyszőlősön, és aki a következő dalt fogja ismerni, szerintem minden ember, akinek magyar szív dobog, az ismeri ezt a dalt. Tehát szóljon a magyarok világhimnusza.